és mindig bánat is. Ezek a gyerekek, ki rövidebb, ki hosszabb időn át, de belopta magát a gondozónők szívébe, minden gyermek egy-egy egyéniség. Az idősebb gondozónők elmondhatták, hogy ezen lehető. Azon gyermekek száma, akik gondoztak, etettek, esetleg ápoltak, ha éppen szükség volt rá. Örülünk annak, ám ez az idő múlását is jelenti, ha egy-egy apuka vagy anyuka azzal jön hozzánk, hogy szeretné beíratni a gyermekét a bölcsödébe, és azt mondja a gyermeknek, hogy én is ide jártam, és nem volt rossz. Az óvodába menő gyerekeknek útra valul azt mondjuk, azt tudjuk nyújtani, hogy a bölcsödében megtanulták a közösségi életet, az egymásra figyelést, a barátságot. Szeretném, ha ezek a jó tulajdonságok a továbbiakban is megmaradnának gyermekeinkbe. Soha ne ismerjék meg az irigységet, rossz indulatot embertársaikkal szemben, és tartsák meg jó emlékezetükbe a bölcsödés gondozó néniket. Mindezek után kérem a kedves megjelenteket, hogy a gyermekek által előadott műsőt fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel és lelkesedéssel készültek ezek a gyerekek rá, mert szinte egy hete nem bírnak aludni a bölcsödébe délutánonként, annyira készülnek a ballagási ünnepségre. Nagyon sok szeretettel, nem azt mutassa, amit ezek a gyerekek 3 év alatt tanultak itt a bölcsödébe, nem azt adja vissza, nem is azt kívánjuk tőle, csak egy kis kedves műsort adnak. Műsor után kérem a jelenlevőket, hogy a gyermekekkel együtt a csoportszobákba egy kis uzsonnán vegyenek részt. Szeretettel meghívjuk Önöket. Köszönöm szépen, és most fogadják a gyerekeket szeretettel. Köszönöm, hogy itt jutottál.
Rajta, rajta,
Karamon, kisvasár, ahol állam még egy nap. A cipő, szép, szalak, édesanyám, ugói, legítség, ez mindennél többet ér. Így van, 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 így van